üdítőket, gyerekeknek, gyermekeknek, én kis műzik. Hétfőtől a fehérváriak is tudják segíteni a bajba jutottakat. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ Irányi Dániel utca 4 szám alatti irodájában tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket gyűjtenek hétfőtől reggel 8 és délután 4 óra között. Jellemzően tartós élelmiszereket, higiéniai cikkeket, pelenkát, bébi ételeket és olyan élelmiszereket várunk, amit tudunk tárolni és továbbítani tudjuk, akár azonnal, akár pedig rövid időn belül azoknak, akik rászorulnak erre. Vállalkozói szféra is azt gondolom, hogy abszolút megmozdult már. Érkeznek a felajánlások folyamatosan a városban működő cégektől is. Erről beszélt a hétvégén Cserpalkovics András híradónknak. Fehérváron jelentős számú ukrán állampolgár él és dolgozik, már csak ezért is kötelessége a városnak, hogy segítse a bajba jutottakat, mondta a polgármester. Legalább az első hetek ellátását kell biztosítani a szociális szektornak, hangsúlyozta Cserpalkovics András. Azt jelezték nekünk, hogy többek közülük szeretnék áthozni a családjukat, és nyilván az volt a kérdés, hogy tudunk-e segíteni az ő elszállásolásukba, ellátásukba, és aztán pedig, ha ez tartós helyzetet teremt, akkor a munkalehetőséget tudunk nekik biztosítani. Így hirdettük meg azt a programot, amikben ezeken a területeken próbálunk segíteni, nem elfelejtve, hogyha a gyerekek jönnek, akkor ugye az ő ellátásukon túl meg kell szervezni az esetlegesen, majd az óvodát, iskolát kell ezen gondolkodni, kell gondolkodni az egészségügyi ellátáson, legalapvetőbb módon kell gondolkodni a szállásokon. Itt vannak önkormányzati tulajdonú ingatlanok, amit próbálunk majd felajánlani erre a célra. A város a hét elején létrehoz egy adományszámlát is. Erről már Fehérvár országgyűlési képviselője beszélt hétfőn reggel. Varga Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke, hogy ebből a háborúból kimaradjon, ugyanakkor mindenfajta humanitárius segítséget megadunk az Ukrajnából érkező menekülteknek. Székesfehérvár is megnyit egy adományszámlát a már meglévő adományszámlák mellett, és arra szeretnénk kérni a fehérváriakat, hogy segítsék ezt. Természetesen, mint országgyűlési képviselő, Fehérvár országgyűlési képviselője, nem csak kérek, hanem én magam 500 000 forint adományt fogok erre a számlára eljuttatni, amint ezen a héten megnyílik. A képviselő továbbá felajánlotta a Rózsa utcai és piactéri irodáját is a városban zajló adománygyűjtésre. Így az Albabástya központ mellett ide is várnak tartós élelmiszereket és ruhaneműket is, mondta el a hétfő reggeli sajtótájékoztatón Deák Lajosné. Óriási nagy teher van a határmenti településeken, hiszen hirtelen nagy mennyiségű menekült jelent meg. Általában gyerekek és idősek vannak. Egy ruhányi táskával, ruhával érteztek, szinte semmit, mindent otthonba menekültek. Élelmiszerre van szükség, különböző tisztálkodási szerekre, ami nagyon-nagyon égető a takaró, hogy egyáltalán le tudjanak feküdni ezek az emberek. Délelőtt 9 és délután 4 óra között fogadják a tárgyi adományokat a piactéri és a Rózsa utcai irodákban.